Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. Szeretett testvéreim, mai napon egyházunk Szent Ciril szerzetesre és Szent Metód püspökre, Európa társvédő szentjeire emlékezik. Szent Ciril és Szent Metód a 9. század két nagy missziósa volt. A bizánci birodalom polgáraiként születtek Tesszalonikában. Ők ketten voltak azok, akik fölismerték, hogy ha az én evangéliumot el akarom valakinek mondani, nem elég az, hogy a saját nyelvemen, anyanyelvemen prédikálok neki. Ez kettőjüknek a hatalmas fölismerése és egyben óriási feladata volt. Ők ugyanis görög kultúrában nőttek fel, de küldetésük a szláv népekhez szólt. De ennek a két szentnek meg kellett tapasztalnia azt is, hogy az emberi gyöngeség, meg a szűklátó körűség mennyire gátat tud szabni az evangélium hirdetésének. Ciril észrevette, hogy a szlávoknak déltől északig alapvető hiányosság az, hogy nem ismerik az írást, nem tudnak sem írni, sem olvasni még. Ezért a görög nyelvből kiindulva kidolgozta az ABC-t, amivel a szláv nyelvet le lehetett írni. És amikor a pápától megbízatást kapnak: menjetek és hirdessétek Krisztust a világnak, akkor már viszik magukkal a legalapvetőbb liturgikus könyveket szláv nyelven. Mai napon imádkozzunk egész Európáért, hogy visszatérjen Krisztushoz, az ő tanításához, amely újra élettel ajándékoz meg bennünket. Amen.